Tavaly májusban elkezdődött a városi ügyészség építkezése, és születésnapján köszöntötték Jászberény köztiszteletben álló díszpolgárát, Hortini dr. Batu Editet, a Jász Múzeum igazgatóját. Emellett a Jászkun redemcióra és az önmegváltás 271 éves jubileumára emlékeztek szerte a Jászságban, illetve ebben a hónapban rendezték meg a Jászbált is Jászapátin. Hagyományőrzésben gazdag hónap volt, lássuk. Májusban elkezdődött a városi ügyészség felépítése. Ez itt az új ügyészség. Mellette itt van a Batók palota. A tervek alapján az is látszik, hogy sikerült olyan látványt teremteni, mely magában foglalja a mai modern irodaépület funkcióit és az ügyészségnek megfelelő méltó külsőt. Az épület idén júliusra nyerheti el végső formáját. A Táncvilág napján gyűltek össze a kollégák, egykori tanítványok, barátok, ismerősök, és együtt köszöntötték fel Hortini dr. Batu Editet, a Jász Múzeum igazgatóját 60. születésnapján. Hatalmas összefogással tiszteletére ünnepi kötetet jelentetett meg egykori munkahelye, a Damjanich János Múzeum a Jászságról, a jászsági települések és a kirajzott jász települések támogatásával. A redemció díszünnepségén a történelmi hagyományoknak megfelelő formulák mellett emlékeztek az előjárók az önmegváltás 271 éves jubileumára. A ceremónián díjazták a példamutató munkát végző hagyományőrzőket, majd koszorúkat helyeztek el a Jász emlékmű lábánál. A 2016-ban ismét Jászapáti adott helyet a Jászbálnak, amit 27. alkalommal rendezett meg a Jász Önkormányzatok Szövetsége és a Városvédő és Szépítő Egyesület idén a Jászapáti Önkormányzat segítségével. Jászberény Jászfényszaló Társaságában Jászapáti már második alkalommal rendezi meg a Jászbált. Nem véletlenül említettem a lehetőségeinket, hiszen mára már majdnem kinőttük legnagyobb közösségi terünket, a Pályér Antal Művelődési Házat. Több mint 290-en vagyunk jelen. Büszke vagyok önökre, s talán kicsit magamra is, hogy együtt önökkel az utóbbi években sikerült megvalósítani a történelmi Jász hagyományőrzést. A bál jótékony célja a Jászapáti Kisboldogasszony római katolikus templom kertjében lévő Szent Háromság szobor felújítása volt. Májusban az első számú választókörzetben a belvárosban járt az önkormányzati delegáció. A város ezen részén a parkolás jelenti az egyik legnagyobb problémát, de sokan panaszkodtak a Risztner sétány állapota miatt is. Hajnal Nagy Gábor képviselő elmondta, hogy a Risztner sétány felújítása nagyobb méretű beruházást igényel, amire egyelőre nincs forrás. A körzetbejárás lakossági fórummal zárult, amit a Lehel Vezér gimnázium egyik földszinti tantermében tartottak. Itt Alvári Csaba főépítész beszámolt a 2016-2017-es év belvárost érintő fejlesztéseiről, a városi ügyészség felújításáról, de szó esett a szabadságtéri körforgalom kialakításáról is, melyet két éven belül szeretne a város megvalósítani. Az a terület. A Jászsági Menedzser Klub Egyesület megalakulásának 20 éves évfordulóját ünnepelte május közepén. Külön köszönöm, hogy előbb Jászberény városvezetésével és a mindenkori országgyűlési képviselőkkel, majd később a Jászság képviselőivel, illetve a Jászság polgármesterével is ki tudtunk alakítani egy olyan kapcsolatot, amely azt gondolom, hogy a mi gazdasági céljainkat épp úgy szolgálta, mint a térség fejlődését vagy az egyes településekét. Egyszerre volt a gazdaság szereplői számára a találkozás, a közös gondolkodás fórumát megteremtő klub, illetve az igazi emberi, baráti kapcsolatok kialakítására alkalmas közösség. Május végén heves zivatarral csapott le a Jászságra az év első nagy jégzápora. Ez az elég nagy természet az idén. Az udvarokat elborította a jég, ami talán a kisebbik gond, hiszen elolvad. Ott viszont, ahol a hirtelen lehulló csapadékmennyiséggel nem bírt az elvezető rendszer, feltört a szennyvíz.
Május végén útra kelt egy 15 fős csapat Jászapátiról, hogy gyalog tegye meg az utat a Jászok Szentkúti búcsújára. A külső és belső utat Peregrin atya vezetésével járták be. Egy rég abba maradt, régi hagyományt elevenítettek fel ezzel. Volt most a Jászbál, ami szintén egy nagy rendezvénye volt, és valahol a Jászokról szólt, és ugye tudjuk, hogy a Jászok címen pont az idei évben indul egy dal, vagy lesz egy dal és egy táncjáték, és hát ennek egy méltó kiegészítése talán, hogy egy szakrális oldalról is megerősítsük ezt a Jász identitást. Így úgy gondoltuk, hogy az idei évnek kell lenni akkor, amiben ez is újra szerveződik. Útközben meglátogatták a templomokat, az egyházközségek megható fogadtatásban részesítették őket. A vasárnapi mise és körmenet után átadták a jászkapitányok hit és hagyománydíját is, melyet 2016-ban Víg Miklósné Berec Mária kapott.